Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni, egy kicsit reflektálva is arra, amit képviselő úr elmondott. Ez teljesen egyetértünk, hogy ez a javaslat ez fontos, tehát egy az ágazatot érinteni egy meglévő problémára a megoldást kínál, egyébként ezt szavazatunkkal is támogatni fogjuk. És nagyon fontosnak tartottam, hogy Kósa képviselő úr az általánosításában kifejezte, hogy ő maga is látja az ágazatot érintő súlyos problémákat. Kérdésem az lenne, hogy én akkor ígéretet tettem arra, hogy ismét beterjesztek az országgyűlés elé erre vonatkozó javaslatot, hogy tekintsük át az ágazat szerte ágazó problémáit, és induljon el egy vita, amivel egyetértett képviselő úr is, illetve konkrétan beterjesztettem egy javaslatot, egy törvényjavaslatot, ami az ágazati különadó, közműadó kivonására vonatkozik, ezt a szakmai szervezetek kérik. Úgyhogy a képviselő úrtól is kérdezni, hogy nyilván politikai oldalról, hogy van-e esélye arra, hogy esetleg az őszi ülésszakban a Fidesz frakció támogatja, hogy akkor el is induljon ez a fontos vita, illetve a kormány képviselőit államtitkár asszonytól szeretném kérdezni, hogy millió kérdést feltettem már, és általában Sanda államtitkár úrtól kapok olyan válaszokat, hogy a kormány dolgozik nagyon valamiféle stratégiára, konkrétan ki felel ezért a bizonyos stratégiáért, és ez mikor ér révbe ez a feladat. Tehát mikor kerülhet az országgyűlés elé egy olyan ágazati probléma feltáró és megoldásra vonatkozó stratégia, ami szembenézne ezekkel a kérdésekkel. És ugye itt a közműadó az azért is rendkívül izgalmas és fájó kérdés, ugyanis ez ugye a vidéki térségeket különösen irreálisan súlyosan érinti, hát tudjuk azt, hogy adott vezeték szakaszra vidéken, ugye alacsonyabb a népesség sűrűsége, kevesebb fogyasztó jut, ezért aránytalanul nagyobbak a terhek, illetve azt is megfigyeljük, hogy sajnos a költségvetésben egy minimális mentővel dobott a kormány a nagy állami regionális vízszolgáltató cégeknek, de a jellemzően a vidéki térségben működő önkormányzati tulajdonú cégeknek nem. És én azt gondolom, hogy ezzel a helyzettel is kell kezdeni valamit. Tehát én nagyon-nagyon szeretnék egy jelzést kapni a kormánytól, hogy mikor kívánnak ők valamiféle megoldást elénk terjeszteni, a Kósa képviselőtől pedig a legnagyobb frakciónak a véleményét, politikai véleményét szeretném megtudni, hogy számíthatunk erre, hogy végre akkor ez a fontos vita megkezdődhessen itt az országgyűlés előtt. Köszönöm szépen.